következő kérdésünk pedig, amit többször megkaptam már, akár írásban, akár pedig személyesen, hogy hogyan lettél csapattag? Na hát ez talán a legkomplexebb dolog, ami a kérdések között eddig megjelent. Sziasztok, március elejét írjuk, és úgy döntöttem, hogy amúgy is kéne forgatnunk nektek egy kérdezfelelek videót, hát miért ne köthetném össze egy kis horgászattal, úgyhogy mint láthatjátok, minimál cuccal érkeztem. Na most azért így se sikerült annyira minimálra, de minimál cuccal érkeztem, és most a következő pár percben megláthatjátok, hogy esetleg fogok-e halat, illetve a kérdéseitekre is válaszolni fogok. Lássuk is! Budapesthez közel vagyunk most, méghozzá a Török-Bálinti horgásztavon, ami nyilván sokatok által már nagyon jól ismert vagy látogatott vízterület. Én még nem voltam itt, viszont kedves kollégámmal eljöttem, és ő fédermódszerrel horgászik. De meglátjuk, hogy beges módszerrel mit tudok én itt alkotni, de erről majd egy kicsit később beszélek. Mint láthatjátok, tényleg nagyon minimál cuccal érkeztem. 2x3-as bolt, kis pici leszúrókon, tényleg csak a legszükségesebb kiegészítők. Horgászati táv, amit a többiek is javasoltak, a 100 méternél kezdődik, de nyilván minél messzebb tudunk horgászni, annál jobb. Úgyhogy kimértem először 100 métert, és szépen lassan növeltem. Addig, amíg nem volt szél, addig tök jól ment klipszre a nagyobb távolság is, de így, hogy egy kicsi oldalszemünk lett, azért vissza kellett mennem annak érdekében, hogy minél pontosabban és tényleg klipszre horgászva ezt meg tudjam oldani. Most megmutatom nektek, hogy hogyan teszem fel a beget a következő botra. Van ugye egy előtétem, van egy nagyobb hurkom, és erre kötöttem egy pici kis fület. Na most ennek az lesz a lényege. Átbújtatom, és visszabújtatom bele. És itt látjátok, hogy így néz ki a már feltett begem. Viszont, pláne hogyha ez mondjuk fonottal történik, ha ezt meghúzzátok, akkor szétnyílik, és ez fonottal is tökéletesen működik, sőt, nyilván annál van nagyobb jelentősége, hiszen a vizes fonott zsinór sokkal jobban rátapad az előtét zsinórra, és sokkal könnyebben le tudom szedni. Tavaly november végén, ugye Zsömivel, Józsival elmentünk a Tribai víztározóra, amit meg tudtok itt nézni, és szerettünk volna ott egy kérdezfelelek részt készíteni nektek, ugye velem, mert az évek alatt azért összegyűlt néhány kérdés, és most ebben a videóban ezt meg tudjátok nézni. Lássuk is a kérdéseket. Viszont közben horgászom, úgyhogy lássuk a halat. Sikerült ugye fognom közben egy pontyot is, és egy kicsit szemtelen meg is mutatom, hogy miért. Ezt nézzétek! Nézzük is meg, hogy mivel horgászom itt a Török-Bálinti horgászparkban. Lássuk azokat a begeket. Ahogy említettem, ugye mai napon beggel horgászom, és most meg szeretném nektek mutatni, hogy én hogyan kötök egy ilyen beget. Nyilván van benne egy ólom, és hozzá egy 10 cm-es kis előke, és azt szeretném még nektek megmutatni, nem tudom, hogy látszik jól. Van ugye egy vezetőszáram, abból egy 0,47-es leadert betettem oda még egy ilyen 30 cm környékét, és ahol elkötöttem, ott egy zsugorcsővel gyakorlatilag lefogadtam a maradék zsinór részt, így biztos, hogy nem fog belekavarodni, illetve beleakadni majd a dobó előkénk.
Szerintem a beges módszer alkalmazása ez nagyon jó lehet minden évszakban, illetve minden horgászati körülmények között. Egy nagyon attraktív kis csomagot tudunk bejuttatni, ami beérkezés követően abban a pontban fog kibontani, és a csalink pedig közvetlen a kis belehelyezett pelletkeverékünk tetejére fog kerülni. Így, hogyha arra jár egy ponyvcsapat, és az egyik tagjának megtetszik ez a kis kupac, amit mi bekészítettünk, akkor az szinte biztos akadást eredményez. Tehát szerettünk volna nektek készíteni egy kérdezfelelek részt, ugye velem is, és most ezt meg is ejtjük. Lássuk is a kérdéseket. Hány éves és mióta horgászik? Hát attól függ, hogy milyen napszakot írunk, de amúgy 23 éves vagyok, és kiskoromtól kezdve horgászok. Nyilván szépen minden módszert végigpróbálgattam, és ebben a ponyhorgászatban, a boilis módszerben találtam meg azt, ami igazán vonz. A következő. Szia, Rebi! El lehet hívni egy vendégpeccára? Voltak már ilyen megkeresések, és igen, nyitott vagyok bármire, úgyhogy ha az időm engedi, és nem tudom, nem Kazasztánba kell menni, akkor természetesen állok rendelkezésetekre, és igyekszem megjelenni. Melyik a kedvenc horgászvized Magyarországon, és miért? Hát azt lehet, hogy már több videóban, illetve több cikkben, írásban láthattátok, hogy az ecsédi horgásztó az egy nagyon, nagyon szívemhez közel álló vízterület, hiszen számtalan gyönyörű szép pontyot sikerült onnan már fognom, és ez a kristálytiszta víz, a nagy mélységek és azok a kis rejtelmes, apró, megfejtésre váró zegzugos helyek, amiket meg lehet ott horgászni, nekem az nagyon felteszi az íre a pontot. Következő kérdés. Elmész egyszer a Moby Dick horgásztóra, és készítetek esetleg egy horgászfilmet? Filmet nem tudom, hogy fogunk-e készíteni, viszont úgy hallottam, hogy ott az igespece az elég jól működik, úgyhogy lehetséges, hogy egyszer találkozunk a vízparton. Melyik a kedvenc Fox termékem? Elsősorban a Frontier sátrat mondanám, hiszen amit tavaly novemberben átéltünk benne, és amit átélt a sátor, szerintem az eszméletlen, úgyhogy teljes mértékben bízok benne, és bármekkora szélben nyugodt szívvel tudnék benne aludni. A másik pedig elég sok hosszú túrára járok, így egy elengedhetetlen kiegészítő a power bankunk, amit használok a wireless-es kivitelben is, illetve a 96K-s verzióban is. Egy hétig simán el tudom róla tölteni a telefont, MacBookot, fényképezőgépeket, tehát mindenre megfelelő segítséget nyújt. Milyen a Foxnak a termoruhája? Nagyon szeretem használni, főleg a téli minuszokban, hiszen kellő meleget nyújt, hogyha akár egész napos kintlét alatt tényleg hó van, fagy van, abszolút meg vagyok vele elégedve. Következő kérdés. Van olyan hely, ahol egy álmod válna valóra, ha ott horgászhatnál? Hát gyakorlatilag nem sokára indulok arra a helyre, amit már régóta kinéztem, és szerencsére idén sikerül oda eljutni. Ez Boszniában található, de erről majd lesz egy film a Fox YouTube csatornáján. Szia, Rebi! Mi volt az eddigi legnagyobb halad, amit kifogtál? 21,7 kg volt, ecséden fogtam, viszont nem igazán a halak súlyában mérem egy halnak az értékét, sokkal inkább arról a helyről és azzal a társasággal, akivel sikerült megosztani ezt az élményt. Nekem az a legfontosabb, hogy honnan sikerült kifognom, milyen módszerrel, milyen nehézségek árán, és ez megadja azt az élményt, mint sem az, hogy hány kilogramm. Milyen vizeken szeretsz horgászni? Zárójelben nagy nyomásnak kitett vizeken vagy vadvizeken? Nagyon sok fajta vízen szeretek horgászni, és szerencsére több víz vagy víztípuson is kipróbálhattam már magamat, de a legjobban a bányatavak vonzanak, vagy a nagy kiterjedésű vizek, mint például a Balaton. Következő kérdés, sziasztok! Rebi, veled is lesz podcast, mint Zsömivel? Igen, lesz velem is podcast, mint Zsömivel. Mi tetszett meg neked a horgászatban? Köszönöm szépen a válaszod! Hát a horgászatban ez egy kicsit komplex dolog, hiszen nem elég, hogy kint vagyunk a természetben, csodálatos környezetben, azokkal az ismerőseinkkel, akikkel meg szeretnénk osztani azt az élményt, amikor fogunk egy-egy szép halat. Az egésznek a milliója, hogy kint vagyunk, nem tudjuk, hogy mi fog történni, akár
1-2-3 óra múlva, bármikor benne van, hogy egy csodálatos, akár életünk halát tarthatjuk a kezünkben. Ez nekem egyszerűen nagyon nagy örömet okoz. Melyik halat szereti a legjobban fárasztani? Hát én inkább a ponyhorgászat az, ami vonz, de természetesen egy-egy gigászi amúr megfogása azért az nagyon kemény tud lenni. Úgyhogy az amúr szerintem sokkal jobban küzd, sok esetben, mint egy ponty, hiszen hatalmas kirohanások közepette néha alig tudjuk megszákolni, de mégis egy mélyvízű bányatóból megfogni egy akár 10-15 kilós pontyot, vagy akár még nagyobbat, nekem az a legfavoritabb. Következő kérdésünk pedig, szia, S2-es tóról van véleményed, esetleg mivel érdemes horgászni májusban? Az egyes állásra megyünk. Szia, nem horgáztam még az egyes álláson, én a hátsó részen horgáztam azt hiszem talán akkor 7-es állás volt. Nyáron voltunk mi is, és kizárólag keményre kiszárított 24 mm-es fűszeres golyóval tudtam fogni pontyokat, úgyhogy ez szerintem lehet egy kiindulási alap nektek is. De természetesen nincs két egyforma horgászat, így érdemes mindenféle kis praktikát és trükköt kipróbálni. Hogyha esetleg valamiről szeretnétek videót nézni, akkor lehet, hogy találtok róla a Fox YouTube csatornáján is. Szia! Terveztek az évben az Eger-Szalóki víztározóló ellátogatni? Hát, nagyon-nagyon sok túra már be van ütemezve az évre. Nem kizárt, hogy eljutunk, de nem is ígérem meg, hiszen minden hónapban gyakorlatilag egy darab egyhetes túrán már be van ütemezve, mellette egy párnapos, illetve egynapos túrák is, úgyhogy nem tudom, mennyire fog beleférni. Következő kérdésünk pedig, a féder horgászattal lehet-e nagy halat fogni? Természetesen lehet, viszont nem mérvadó, hogyha erről én beszélek, úgyhogy nézzétek meg a Mátrix csatornán a filmeket, biztos, hogy találtok ott a nagy pontyos horgászattal kapcsolatban információkat. Következő kérdésünk pedig, hogy várható egy olyan film, amiben végig fédereztek, a kihívás hatására úgy tetszett nektek. Nem kizárt, hogy lesz ilyen alkalom, hiszen egy módszercserés horgászat, vagy esetleg egy olyan párnapos horgászat bármikor megeshet, hogy akár én féderezek, és a Matrix csapatából az egyik csapattag pedig majd a ponyhorgászat ezen módszerét fogja kipróbálni. Lehet, hogy fogunk ilyen filmet is készíteni. Következő kérdésünk pedig, amit többször megkaptam már, akár írásban, akár pedig személyesen, hogy hogyan lettél csapattag? Na hát ez talán a legkomplexebb dolog, ami a kérdések között eddig megjelent, hiszen ez nem egy-két éve kezdődött, sőt, gyakorlatilag mondhatom azt is, hogy egészen kiskoromban a szüleim, nagyszüleim révén végig vízparton voltam minden egyes nyári szünetben, és utána gyakorlatilag minden egyes szünetben, majd ahogy szépen lassan kipróbáltam mindenféle módszert, megérkeztem ugye a ponyhorgászatnak ennek a módszernek a szeretetébe, vagy ennek a kipróbálásába, és szépen lassan igyekeztem mindenféle információt begyűjteni azzal kapcsolatban, hogy hogyan tudok fejlődni. Külföldi videók, itthoni videók, cikkek, bármiféle olyan anyag, meg olyan összefoglaló tudáshalmaz, amit el tudtam olvasni, vagy amit felleltem, azt igyekeztem megtanulni. És utána szépen elkezdtem a közösségi média adta lehetőségeket is kihasználni. Bár nem jó szó, hogy kihasználni, mert inkább használni. És ezáltal létrejött egy olyan ismertség, ami által feltűntem esetleg különböző cégek, csaligyártók, forgalmazók szemében. Nyilván ez a különböző platformokon megjelenített anyagból. És gyakorlatilag azt tudom tanácsolni mindenkinek, mivel sokszor megkapom ezt a kérdést, hogy hogyan lehetne ő csapattag, akár Foxnál, akár máshol. Nincs más teendőtök, mint minél több időt a vízparton tölteni, minőségi tartalmat gyártani, és ezeket megosztani velünk, illetve az összes horgásszal. És nagyon fontos, és talán a legfontosabb az, hogy ne azért csináljátok, hogy ti ezért kapjatok valamit, akár materiálisan, akár ismertségügyileg, hanem azért csináljátok, mert valóban szeretitek csinálni, és szerintem ez a legfontosabb benne. És annak nyilván nincsen értelme, hogyha úgy mentek ki a vízpartra, hogy kényszerből, és azért mentek le, hogy csak fotózzatok, csak azért, hogy meglegyen a tartalom, hiszen azért mentek a vízpartra, hogy élvezzétek,
az már csak pláne, hogyha kimentek a vízpartra, és sikerül fognatok egy-egy pontot, esetleg lefotóztok egy-egy terméket, és erről minőségi tartalmat tudtok gyártani. Plusz a többi horgász számára esetleg olyan tapasztalatot, vagy esetleg a bennük rejlő kérdésekre választ tudtok adni. Az utolsó kérdésünk pedig, hogy hogyan érdemes kombinálni a csalikat, milyen ízek passzolnak egymáshoz. Szerintem nincsen erre megírt szabály, sőt biztos, hogy nincs erre megírt szabály, hiszen sokszor akár egy színmódosítás ugyanabban abban az ízben akár nagyon eredményes lehet. Gondolok itt például egy bányatövi horgászat alkalmával, én a pink és a fehér pop-upokat szoktam kombinálni, hogyha mondjuk akár dériget, akár bármilyen hóemberes végszereléket kötök, és ha más ízű is akár a két pop-up, akkor is a szín sokszor dominál. Nyilván most ez egy egyszemsüllyedő esetében viszont nem igaz, ott próbálgatni kell, de eredményes lehet akár egy, most csak egy példát mondok, akár egy squides boilyhoz, akár egy édesebb, krémesebb jellegű boilyt vegyíteni, hiszen egy nagyon jó kombináció lehet. Tehát bátran merjetek próbálgatni mindenféle kombinációt, mert lehet, hogy egy-egy ilyen kis trükkel nagyon eredményesek tudtok lenni. Hogyha valaki esetleg nem hallotta a kérdését, akkor az azért volt, mert ismétlődött, tehát biztos vagyok benne, hogy választ kaptatok arra is, amit mondjuk megkérdeztetek. Hogyha bármi egyéb kérdésetek lenne, akkor nyugodtan keressetek meg az Instagram oldalamon, illetve nyugodtan írjatok a Fox Instagram oldalára is, igyekszünk minél hamarabb válaszolni. Nagyon szépen köszönöm, hogy végignézted ezt a kis kérdezfelelek sorozatot. Biztos vagyok benne, hogy lesz még a többi csapattaggal is az évben hasonló, úgyhogy nézzetek körül a YouTube oldalunkon, és kezdjétek velünk a szezont! Nézzetek még szét a YouTube oldalunkon, és kezdjétek a szezont!